Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Na, legutóbb ott tettük abba, hogy végre befejeztük a királytestőt és DJ Pond Street, hogy hövittük őket öt csillagra. Hát, először aratok egyet, mert tudjátok, hogy van nekem egy olyan küldetésem, amit mindjárt megmutatok, csak még először gyorsan bejelentkezek. Hát, Game of Life-ba. Igazából amikor ez a videó készül, azt megnézem, hogy mind. Szív. Nem, valamelyik nem szív. Jó. Ma sokáig úgysem fogom ezt tudni csinálni, mert hát nemrég érkezett egy jelentés a játékkal kapcsolatban. Közben meg itt durrantok egy ingyeneset. Szóval a játéka kapcsolatban most írtak a Facebookján, hogy jó, sárokban nem az kell, mindegy. Hogy meg fogják szüntetni Game of Life-ot, legalábbis ki fogják venni belőle. Mondjuk nem baj, úgyis legalább. Hát úgyis úgy mostanában már feleslegessé vált, csak ugye az lesz a kérdésem, hogy hogy fogom így megcsinálni ezt a feladatot? Hiszen már közel állok az, hogy két legyen az achievement. Na, hányadik helyezetten állok? 32, hát az nem jó. Egyébként most van egy olyan feladat, hogy hát igen, a Ponies in the Sky-ban most gemet lehet szerezni. A 25. helyen vagyok, azt még meg kellene mondjuk előzni, nem akarok pontot lenni. De viszont van egy ilyen játék, olyan solo eventben, hogy 75.000 pontot össze kell gyűjteni így durván 3 nap alatt, és akkor miénk lehet a Pony Wensley. Az meg lesz. Azt garantálom, na. Na várjunk, mert ezt még azt meg akarom mutatni, hogy a... Na most ezek nem ez az. Elnézést. Ez meg a rosszabbik. Nem már csak holnap ilyenkor, amikor csinálom a következő videót, akkor addigra ez a küldetés. Meg ezt már lehet látni, most már csak egyet kell aratni. Na, közben elmegyünk Sweet Apple Acres-be. Ott... most olyat fogunk csinálni azon kívül, hogy megint aratok. De most kicsit játszani fogunk. Na, Apple Fritterrel, nem jött a tételem a neve eszembe. Apple Fritterrel és persze Cherry Jubilee-vel. Most Apple Fritterrel játszok először egy 1000-es játékot. És elmondanám, hogy amikor ez a felvétel készül, azon a napon fogom megnézni a 19. részét a My Little Pony-nak. Igen. És ezt miért mondom el? Mert hát utána néztem, hogy most Pinkie Pie-ról lesz szó, de hogy konkrétan miről lesz szó, azt nem tudom. Mert ahhoz először is meg kéne néznem, mert általában már szokott valamit írni a Humbron, hogy miről fog szólni. Jó, lehet, hogy a kicsit visszanézni az oldalt, akkor találnék valamit, de nem tudok még róla semmit. Úgyhogy hát majd kiderül és elmondom akkor. Na. Jó, Apple Fritterrel már tudunk repülni. Azon gondolkodok most, hogy vajon tudok-e valahol három csillagos pónit rakni, vagy a... vagy inkább ahhoz négy csillagos póni kell. Mert van itt egy olyan termé, ami még nincs átváltva, és ezt szeretném tudni. Na mindegy, majd mindjárt megnézem, hogyha lejátszottuk Apple Fritterrel ezt a kört. Csak mert tényleg nem tudom. Na. Jó, hát sok téma megint nincsen. Inkább tudjátok, beszéljünk arról, hogy vajon milyen frissítésre van megint szó. Hát remélem valami olyasmi lesz, ami a játékban, hát valljuk be őszintén, hogy jó lenne, hogyha már frissítenék ezt a kollekciós könyvet. Jó, tudom, hogy az utolsó napok vannak hátra. Na mindegy. Egyébként azt elfelejtettem, mert Apple Fritternek, mondjuk most én nem tudom megmutatni, de Apple Fritternek mégis megvan az a küldetése videóban, csak az azt hiszem nem lehet befejezve. Na mindegy. Melyik is az? Hát nem ez az. Ez sem biztos, hogy az ez. Az egyik? Ez meg a másik. Jó, hogy ide lehet rakni? Hú.
hogyha majd a következő részben, akkor majd átvesszük őt. Ide meg akkor egy 4 csillagos póni kell, értem. Akkor majd Cherry Jubilee lesz az, aki majd szerintem oda fogok rakni, mert őt is majd föl kell vinni 5 csillagra, mert hát úgy van az a küldetés, legalábbis úgy volt, amik ki nem vették. A Sweet Apple Acres-i küldetése, mondjuk nem tudom, hogy akkor azokat a küldetéseket mi nem tették át Sweet Apple Acres-ben, na mindegy. Egy ezes játékot menjünk vele, nem tudom, hogy ilyeneket mostanában miért mondok, hogy százas, meg ezres, meg ötgemes. Csak úgy nem, egy izé, néhány ember képbe legyen, nem tudom miért. Csak úgy megszokásból mondom. Egyébként még visszatérve a múlt heti, hát a múlt heti, amikor ez a felvétel kész, az volt a múlt heti részben, ahogy a szépségekeresztesek megkapták a szépségjegyüket. Vagyis hát a Cutie Mark közében megkapták a Cutie Markjukat, angolul mondva. Megkérdeztem Sihit, aki már persze nem, valamilyen szinte már nem rajongó. Hú, a Cherry Jubilee, amit kezdeni kell. De ez majd csak idővel fog elválni. Addig is mi elmegyünk Canterlotba. És szerintem, hát most Pony Weeble el nem olyat csinálni, hogy viszem Lyrát meg Zekorát, de azt majd inkább máskor, most inkább olyanra fogom folytatni a játékot. Akit úgy hinnak, hogy Twilight apja. Bele is egy egyes játékot megyünk. Na, ott tartottam a mondatomban, hogy megkérdeztem Sheet az a kapcsolatban azért, mert mégiscsak rajongó volt, hogy ő mit gondol ezzel a, hogy a szépségi kesztesek megkapták a szépségjegyüket dolog. Ő is azt mondta, hogy szerinte túl korán adták meg, mert ő is azt mondja, mint hát úgymond én. Meg a fiúk is, hogy legjobb lett volna, ha inkább úgy rakják ezt be, hogyha már tényleg nem találnak ki semmilyen ötletet. Tehát, hogyha már a sorozat nagyon-nagyon-nagyon a végéhez közeledik. Tehát így az utolsó, tényleg az utolsó évadok, ma kellett volna ezt megcsinálni. De hát, ki tudja, hogy mi jár a Hasbro fejében? Vagyunk? Aha. Na! Úgy döntöttem, hogy folytatni fogom most a Days páros pónikkal a küldetéseket, hát most először is egy ezres játékot fogunk játszani a Master Pónival, utána majd jön Aloe és Lotus, csak nem tudom melyik, sose. De azt hiszem, hogy a rózsaszín Aloe, a kék pedig Lotus. Igen, biztos, hogy úgy van, hogy Aloe meg Lotus. Mindegy, a következő tényálláspontom pedig az, hogy mit várok el még a sorozattól, legalább a hatodik évadban, vagy nem is, tudjátok mit? Inkább olyanról beszélünk, hogy vajon mi lehet a negyedik filmben a, mi lesz a negyedik filmnek a lényege? Alter ego találkozó? Hogy Twilight meg a többiek, várjátok, ez kicsit nehéz, de elmondom, hogy most Twilight és a többiek, na, megint rosszul mondtam. Tehát, hogy Twilight a többiekkel együtt el fognak menni a Canterlotti suliba? Mert most már az alternatív Twilight ott van a suliban. Az hogy lesz? Hát, ki tudja. Aloéval viszont most csak egy százas játékot fogunk menni, mert ő egy olyan póni, aki... Hát én nem tudom, hogy végül is mennyi nem mondható olcsónak, de legalább hamar meg lesz. elnézést, már megint nem jött a köhögés inger. Na! Szóval igen, azon gondolkodok, hogy vajon mi lesz majd a negyedik filmnek a témája. Mert én nagyon kíváncsi vagyok a harmadik... De tényleg, ki sem hűlt még a harmadik filmnek a szalagja, de már most bejelentették, hogy készülnek a negyedik filmmel. Hát ez... Ehhez, hogy nem tudok hozzáfűzni emberek, mert egyszerűen... Ilyen az égvilágon nincsen, na most...
Lotusszal fogjuk még folytatni a játékot, ővel már egy ezres fogunk menni. Ops, beszaggatott a játék. Bár szerintem most, hogy elkészül a küldetés, de most Lotusszal fogjuk még folytatni a játékot, ővel már egy ezres fogunk menni. Beszaggatott a játék. Bár szerintem most, hogy elkészül a küldetés. Milyen küldetés? Hát mert most van nekem egy olyan aktív küldetésem van, hogy alatti kell ilyen elsősegély csomagokat, ládákat, mindegy. Valami elsősegéllyel kapcsolatos dolgot kell csinálni Ponyville-ben, tudjátok. De azt hiszem, hogy az elsősegély láda akar venni. Másik pedig már izé nővér tanfolyam. Bár nem értem, hogy lehet olyasmit elvenni, hogy nővér tanfolyam. Az mi? Hát, nem tudom. De most azon gondolkodok. A jó van már, hát azért cicányjel ne siessél előre. Jó, hát akkor a következő játékon majd valójában fogunk kihátszani egy ezres, meglátjuk, hogy mennyire fog ő fölmenni. Egy ideje már nem látom Dörpit. Lehet, hogy kivették őt. Lehet, hogy izé visszahívták, mert ő belőle használható pónit akarnak csinálni. Hát igazából ezt ne kéne skippelni, de ez egy olyan dekoráció, ami meg akarok venni magamnak. Én szótlan voltam most, de csak azon gondolkodtam, hogy most kirakjam a Rainbow Falls-ot, vagy ne. Mert az is egy küldetésnek a része, hogy a Rainbow Falls-ot ki kell rakni és interaktolni kell vele. Csak nem tudom, hogy melyikben. És 25 ezer, hát viccbe, fizetőeszközbe, tallérba, aranyba kerül, na. Mondom, hát akkor azt megveszem. Jó. Kéne folytatni valamivel a napot. Ne, tudjátok mit? Úgy döntöttem, hogy most visszamegyek még Ponyville-be. És zárásként meg olyat fogok csinálni most, hogy na, Lyrát is fel kéne mondjuk vinni, de először inkább fölvisszük Zekorát, lesz ami lesz. Mert ő mégiscsak közel áll a 5 csillaghoz, úgyhogy most már vele játszani fogok mindenképpen egy ezest. Biztos, hogy már, mi az a gondot? Na mindegy. Talán furcsa, hogy legtöbb hát játékossal ellentétben én most mit mondjak? Furcsa az, hogy a legtöbb játékossal ellentétben én elmondok egy-két dolgot ez a játékkal kapcsolatban. Hát ez egy végigjátszás, tehát egy végigjátszás, akkor pont az a lényege, hogy az ember elmagyarázza, hogy mit, hogyan kell csinálni, merre kell menni az embereknek, hogy haladjanak ők is a játékkal. Legalábbis én azt vettem ki a legtöbb végigjátszás féle nevű bármilyen stílusú videóban. Oké, Zekorra is készen van, ideje vele repülni most egyet. Tehát ugye a legtöbb ilyen végigjátszás videóban azt vettem észre, hogy mindent elmagyarnak, mindent megmutatnak és mindent. Hát lelövik még vele a poénokat is. De végül is hát ez nem olyan játék, tehát itt most
nem lehet ezzel veszíteni semmit, hogyha lelőjük a poénokat. Mert ez végül is, hát ez gyerekjátéknak indul, de hát lemerem fogadni, hogy az a 3 millió játékos, aki még a tavalyi, úgymond a tavalyi játékban vett részt, az a, hát igen, a harmonia fájának a megmentése eventben, az legalább azoknak biztos, hogy minimum a 90%-a mint felnőtt rajongó, vagy legalábbis tényleg ilyen rajongó és nem kislány. Oké, zekkorát akkor befejeztük. Még egy új csillagos póni lett készen. Na. Ez az. De én erre mentem, nem arra. First aid kit. Vesz, hogy kit egyáltalán. Biztos az a, hát biztos az a első segély, hát első segély. Biztos az jelenti a ládát. Na jó. Jó van, szerintem már annyi lett volna ez a kis játék, és akkor innen fogjuk folytatni, hogy mikor kész lesz a küldetés. Hogyha minden jól megy, már pedig miért nem menne jól. Inkább ilyenekkel ne is foglalkozunk. Na, köszönöm mindenkinek, nézzelek a figyelmet, és viszlát a következő videóban, valami külön minden Brónak, és Pegasztok pedig Bruhuf és viszlát.